Évente 25-30 ezer asztrok által sérült betegek száma Magyarországon. Ez már egy csökkent adat a korábbi évekhez képest, bár még ez is nagyon jelentős. Ma már sokkal jobban kezelhető a stroke, mint 15-20 évvel ezelőtt, mondta dr. Szapári László, a Pécsi Tudományegyetem neurológus professzora a Pécsi Stroke Prevenciós Napon október 12-én. Ha a beteg időben megérkezik egy sürgősséggel és egy stroke centrumba, akkor elég jók a kimeneteli esélyek. De hangsúlyoznám, ha időben. Tehát, hogy az első fázis, a betegség felismerése, a tünetek észrevétel és a mentő riasztása milyen sebességgel következik be, az kulcskérdés. Tehát ezen rendezvényeképpen ezt célozzák meg, hogy a stroke ismereteit, a tünetek felismerését, és hogy kell reagálni, ezt minél szélesebb körben terjesszük. A stroke-nak vannak klasszikus, látványos tünetei, melyek még a kezdeti időszakban jelentkeznek. Bármilyen károsodás történik az agyban, akár egy ér elzáródik, agyvérzés keletkezik valamelyik oldalon. Ebben az esetben mindig az ellentétes oldalon keletkeznek a tünetek, tette hozzá a professzor. Elcsempül a beteg szája, tehát félreáll a szája, nem tud rendesen mosolyogni, legyengül az az oldala, nem tudja a kezét vagy a lábát emelni. Többnyire beszédzavar is társulhat, ez attól függ, hogy melyik oldali a károsodás az agyban. Tehát általában erre oktatjuk a közönséget, hogy ilyen esetben, ha ilyen gyanú van, hogy valakinél egy hirtelen beszédzavar van, vagy hirtelen végtaggyengeség van, vagy szájcsempeség van, akkor gyorsan tesztelje le ezt, hogy ez valóban mennyire valós, és tulajdonképpen a negyedik tünet az a mentős telefonszám, tehát azonnal sürgőségi szinten hívni a 112-t, és ha a referálás adekvántan történik, nyilván mentős kollégák nagy pontossággal egy kérdővel alapján fogják kikérdezni a hozzátartozót, tehát segítenek a kérdések megválaszolásában, de hogyha ezek a kulcskérdések vagy a kulcsválaszok elhangzanak, végtaggyengeség, beszédzavar, szájcsempeség észlelhető a betegnél, akkor a mentőszolgálat azonnali szinten intézkedik. Már a beszélgetés alatt útnaindítja a kocsit, és a beteg a legnagyobb sebességgel a sürgősségre fog kerülni. A legfontosabb a megelőzés lenne, és az, hogy ne legyenek sztrókos esetek, hangsúlyozta a professzor. És Magyarországon egyre fiatalabb korosztály kezd érintetté válni, tehát az, hogy nem szabad megengedni, hogy a 30-as, 40-es generáció az elhízás, a mozgásszegénység, a dohányzás, tehát, és ezáltal gyakorlatilag a rizikófaktoroknak, mint vérnyomás, cukorbetegségnek a nagyon korai megjelenése. Ezek megjelennek, ezért egyre fiatalabb korosztálynál lesznek érproblémák, szívproblémák, és ennek következtében jönnek a fő betegségek, a szívinfarktus és a stroke. A prevenciós nappal a stroke finom jeleinek felismerésére hívták fel a figyelmet, ugyanis ennél az idegrendszeri betegségnél minden percnek hatalmas jelentősége lehet a felépülés, a gyógyulás szempontjából. A Magyar Stroke Társaság, az Országos Mentőszolgálat és a Rotary Klubok közösen szervezték meg ezt a napot, melybe a Rotary Klub Pécs is bekapcsolódott. Magyarországon 19 városban egy időben a mai nap folyamán folyik. Valahol sportesemény kapcsán történik ez a megelőző tájékoztatás, valahol a plázában van, valahol az árkádban, mint például Pécset. Tehát sokszínű ez a fajta dolog. Az a lényeg, hogy a stroke jeleiről tulajdonképpen tájékoztassuk a nagy közönséget, és időben szóljanak a mentőknek arra, hogyha valami fajta, ilyen fajta jelet, stroke jelet tapasztalnak bárkinél, akár az utcán, akár otthon, akár a lakásban, vagy kint a közterületeken. Az eseményt Pécsen a belvárosi nagy bevásárlóközpontban tartották. Itt a nagy közönségnek a szakemberek bemutatták a stroke felismerhető jeleit, és a megfelelő cselekvési folyamatot is demonstrálták. A szűrőprogram során vérnyomás és vércukormérés is volt, valamint orvosi konzultáció lehetőséget is biztosítottak. A mentősök egy újra élesztési bemutatót tartanak óránként, amikor bemutatják tulajdonképpen azt, hogy amikor egy olyan beteget találkozunk, akinek leálltak a működése, akkor hogyan lehet újjáéleszteni. Tehát ezek a fajta folyamatok mennek most délelőtt. A stroke prevenciós napot többek között Magyarország kormánya, a Nemzeti Laboratórium és a Pécsi Tudományegyetem is támogatta.